A sárgamezes vendég Siófok jól mérte fel, hogy gólt kell szereznie, ha ponttal akar távozni a megyeri útról. Az első negyed óra végén Homma lövését tisztázta a szögletre az újpesti Szokol, aki nem sokkal később a túloldalon is megmutatta magát, kevéssel lőtt mellé. Majd ismét a Siófok és a japán Homma veszélyeztetett, Balajca védett. A szünet után a kaposvári győzelem során két góllal debütáló Lázár Bence ismét nyerőembernek bizonyult, 10 perc elteltével jól reagált egy lepattanó labdára, és megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A Juper a kisvártatva megduplázhatta volna az előnyt, miután kapufát rúgott. Gólt azonban a Siófok szerzett, Novák Alexis volt jó helyen és felügyelet nélkül. Homma sokadik helyzetéből a győzelmet is megszerezhette volna, de kevéssel mellé fejelte Meltzer beadását. Mindkét csapat nagyon akart, de több gól már nem született, maradt az 1-1. A Kecskemét 11-eseiről és Kabát Péter vesszőfutásáról marad emlékezetes a Kecskemét DVSC találkozó. A Loki csatára a találkozó elején elrontott egy ígéretes helyzetet, majd volt egy jó lövése, ekkor Ribánszki védett. A 33. percben a vendégjátékosok összehoztak egy büntetőt, a szabálytalanság Nikolov nevéhez fűződik. Balogh Béla higgadtan értékesítette a 11-est. Két perc múlva Miadinoszki kezezését vette észre Vad2 játékvezető, ismét 11-es következett. Ekkor Vujovics volt az ítélet végrehajtó, ő is magabiztos volt. A szünet előtt pedig hazai szöglet után a debreceniek nemhogy felszabadítani nem tudtak, Szalamiról a saját kapujába került a labda. Az 50. percben Ebola buktatta Szalamit, most a DVSC kapott büntetőt. Kabát állt a labda mögé és hibázott, ezt követően pedig egy újabb hatalmas helyzetet is elrontott. A hajrában Tököli is betalálhatott volna, de nem talált, maradt a 3-0. 3 percet sem kellett várnia a zsinórban 5. hazai győzelmére készülő haladásnak a Kaposvár ellen, hogy megszerezze a vezetést. Guzmics felívelt labdájánál Orosz megküzdött Grúzzal, majd kilőtte a bal alsó sarkot. A Kaposvár negyed óra elteltével már éledezett, ezt Perics Okuka beadása után a lécen csattanó fejessel jelezte. A szünet után is gyorsan gólt szerezhetett volna a haladás, sem Kenesei hiába került Zitzerbe, a bal kapufa mellé gurított. Ami nem sikerült Keneseinek, sikerült a sérült Halmosi helyére beálló Írhásnak, aki Simmer szabadrúgása és Orosz fejese után higgadt megoldást választott. Grúz talán maga sem tudja, hogyan hagyta ki az egész évad egyik legnagyobb helyzetét Pavlovics beadása után, így aztán maradt a 2-0, Acél Zoltánnal hazai pályán továbbra is hibátlan a haladás. A szerdai kupakudarc után jól jött volna a Győrnek egy győzelem, ám a Vasas játékosai másként gondolták. A 35. percben egy szöglet után a másodszor is kapu elé ívelt labdát némi kavarodást követően Gáspár belsőzte a kapuba. A következő góllal kecsegtető helyzetre a 65. percig kellett várni, ekkor G. Paraná fejelte a kapufára a labdát, a kipattanót Alexis szintén fejjel küldte kapura, de német mentett, és bár a győriek gólt reklamáltak, a játékvezető sípja néma maradt. A folytatásban helyzetek adódtak, gól viszont nem esett. Az Eto 1-0-ás veresége Pintér Attila búcsú meccsét is jelentette, vasárnap közös megegyezéssel szerződést bontottak, hétfőn délelőtt pedig már be is mutatták az Eto új vezetőedzőjét, aki Csertői Aurél lett. A sereghajtó Szolnok a dobogóra igyekvő Paks otthonában igyekezett életmentő pontokat szerezni, ám bő negyed óra játék után szinte kilátástalan helyzetbe került. A hazaiak előbb Böde Dániel találatával vezetést szereztek, majd Barta László saját térfeléről elindult, bemutatott néhány cselt, végül hatalmas lövése a bal felső sarokba vágódott. A szolnokiak hátrányban sem adták fel, és az első fél óra végén Némedi Norbert góljával szépítettek. A fordulás után a Paks végérvényesen eldöntötte a 3 pont sorsát. Az 52. percben a csereként beállt Montvai Tibor könnyedén váltott a gólra Kis Tamás beadását. A tolnai együttes 3-1-es győzelmével a Videóton és a Ferencváros mögé a tabella 3. helyére lépett, míg a Szolnok 12 pontos hátrányban van a még bent maradó helyen álló haladással szemben. Gólokban és fordulatokban gazdag mérkőzést hozott a Zete pápai vendégjátéka. 10 perc sem telt el, és Takács ügyes technikás megoldása után vezetett a hazai csapat. A 30. percben viszont már más volt a helyzet, hiszen előbb Bogunovics szabadrugásból talált a kapuba, ekkor Szűcs Lajos hibázott. Majd a határozatlan pápai védők asszisztálása mellett Prince Rajkomár is eredményes volt, szépen lőtt a hosszú sarokba. A szünet előtt egyenlíthetett volna a pápa, de a Pánikvár kezezése miatt megítélt 11-est Bárányos nem tudta gólra váltani, Laszák kétszer is védett.
Weber, György, Ráncai szaporodtak. És amikor Marics kihagyta a kihagyhatatlant, megtippelni sem merjük, mire gondolhatott az edző. Ráadásul Balázs találata úgy tűnt eldöntötte a meccset. De nem így volt, mert Takács újra betalált, kipókhálózta a bal felsőt, majd Vlaszák ok nélkül felvágta Maricsot, aki 11 méterről azért már nem hibázott. Zárásként pedig a 86. percben is betalált, így 4-3-ra nyert a pápa. Három éve nem nyert a Videoton hazai pályán az MTK ellen, és úgy tűnt, hogy folytatódik a nyeretlenségi széria, ugyanis a 28. percben megszerezte a vezetést a vendégcsapat. A Pátkaitól kapott labdát Frank ügyesen Bozsovics felett átemelve továbbította a hálóba. Hogy a félidő nem MTK vezetéssel zárult, arról a vendégkapu Szatmári tehetett. A hosszabbításban Elekkel egyszerre indult egy labdára, ám a hazai középpályás lábát találta el. A 11-est Álves védhetetlenül lőtte a bal felsőbe. A második félidőben eseménytelen mezőnyjáték alakult ki, a 78. percben azonban eldőlt a mérkőzés. Kosztonyi szabadrugása után Vaskó fejelt kapura, amit még hárított Szatmári, ám Elek fejesét már nem tudta védeni. A hátralévő időben a Videoton több nagy helyzetet is kialakított, de az eredmény már nem változott. 2-1-es győzelmével előnye 9 pontra nőtt a Fradi előtt. A találkozó 12. percében már is gólt láthatott a közönség. A vendégszurkolók örülhettek, miután Stanis szabadrugását mindenki, védő és kapus is elnézte, a labda pedig érintetlenül pattant a hálóba. A küzdelem dominálta mérkőzésen, Mikovics ettől függetlenül megduplázhatta volna a Fradi előnyét, ám Tóth Iván gyorsabb volt. A szünet után az új-zélandi Chris Bright állt a legközelebb az egyenlítéshez hazai részről, fejese a kapufát is eltalálta, de gól nem született. Maradt a küzdelem továbbra is, a sárgalapok pedig elkezdtek gyűlni, az első játékrészben egyet sem, a másodikban 8-at is kiosztott Berger játékvezető. A Honvéd megnyomta a második félidőt, de egyenlíteni nem tudott.